Vagytok szeretettek, vagytok itt a szívbunkerben és a képernyők előtt is. Hú, hát a mai üzenetnek nem olyan egyszerű a címe, mondhatnám egy nagyon egyszerű szóval, reziliencia. Hányan tudjátok, mit jelent ez? Micsoda? Reziliencia. Nincs erre egy szép magyar szó. Hányan tudjátok, mit jelent ez? Mindnyájan? Wow, ez nagyon jó. Na, akkor ez egy izgalmas téma lesz. Mert magyarul többféle szóval szoktuk ezt, hogy próbáljuk ezt visszaadni, és próbálunk ehhez kapcsolódni. Az egyik az, hogy rugalmas ellenálló képesség. Ugye ez kicsit bonyolultabban hangzik, de rugalmas ellenálló képesség az a reziliencia. Másik ilyen az újrakezdésnek az ereje. Ez is ugyanide tartozik, hogy mondok két klasszikus példát. Az egyik, ahol a reziliencia rugalmas ellenálló képesség megmutatkozik, az a gumiabroncs. Megyünk az autóba, van kátyú, Magyarországon nincs ilyen, de vannak olyan országok, ahol vannak kátyúk, és akkor az autó belemegy, a gumi az felveszi, vagy próbálja lekövetni azt az adott kátyúnak a deformáltságát, a gumi eldeformálódik, de mihelyest megszűnik az az erő, azonnal visszaáll. Ugye? Ez nagyon jó dolog ez, mert ha nem így lenne, akkor kicsit szögletes kerekekkel tudnánk ide jönni a gyülekezetbe, meg hazamenni is. Na, ez egy klasszikus példája a rugalmas ellenálló képességnek. És ebben az a jó, hogy egy pontig enged, és minél inkább nagyobb a feszültség az ellenálló, mondjuk a gödörnek, annál inkább enged, de egy ponton túl már nem enged tovább az a gumi, hanem ellene dolgozik. Mondok egy másik klasszikus példát, ami ugyanezt a rugalmas ellenállást, tehát inkább az újrakezdés vonatkozásában. Van egy pohár vized, de ezt lehet látni, hogy kimész a tópartra, szélcsend van, tükörsima a tónak a vize. És akkor fogsz egy követ, és belevágod. Mi történik? Megváltozik a felszíne, hogy elkezd hullámozni, hullámokat ver, azok elkezdenek egyre inkább menni, odaér a parthoz, az visszajön, oda-vissza, amíg a konkrét fizikai kifejezés, hogy kioltódnak a különböző erők, és megint sima lesz, megint felveszi ugyanazt az állapotot, azt a kezdeti állapotot rugalmasan leköveti a környezetnek a hatását, ami az eredeti volt. Na, most már kicsit közelebb kerülünk mi az a reziliencia, ugye? Tehát egy olyan rugalmas, ellenálló képesség, hogy nem olyan, mint egy betonfal, hogy beláll az ember, aztán ha törik, ha szakad, hanem van egyfajta rugalmasság ebben az egészben, de visszaáll az eredeti rendeltetési helyére. Visszaáll, visszarendeződik az eredeti kiindulási állapotába. Úgy is mondhatnám, hogy újra kezdi, újra ugyanott van a kiindulási alapnál, a kiindulási kezdésnél. Menni fog Attila. Halleluja. Szóval erről beszélünk ma. Olvasom itt a klasszikus definícióját ennek a kifejezésnek. Azt mondja, hogy a reziliencia általános értelemben rugalmas, ellenállási képességet jelent. Azaz valamilyen rendszernek legyen az egyén, vagy szervezet, vagy közösség, vagy ökoszisztéma, vagy egy adott anyagnak az a képessége, hogy erőteljes, megújuló, vagy akár sokszerű külső hatásokhoz sikeresen adaptálódik. Tehát mindegy, hogy mi jön, ő valahogy mégis jó alkalmazkodik ahhoz az egész környezethez, és amint lehetősége van, újra visszaáll az eredeti állapotához, amennyire lehet sérülésmentesen. Mondok egy másikat. A reziliencia pszichológiában lényegében azt a tulajdonságot, vagy helyesebben képességet jelöli, hogy az ember gyorsan vissza tudja nyerni az eredeti jó állapotát. Testi, lelki, szenvedés, illetve nehéz élethelyzetek átélése után is. Amen! Na, ez szól ez nekünk? Még ha nem is ismerjük a szót, vagy nem ismertük ezt a szót feltétlenül, de a tulajdonsága a lényegét, azt igen. Erre vagyunk elhívva. Nekünk van egy eredeti rendeltetésünk, és teljesen mindegy, milyen erők, milyen behatás, milyen körülmények közepetre, még hogy a kicsit deformálódunk is rugalmasan, de ellenállunk annak a nehézségnek, ellenállunk annak a támadásnak, ellenállunk annak az erőnek, és amint lehetőségünk van, újra kezdjük. Amen. Na, olvasok is egy igét. Ugye, hogy izgalmas lesz? Meg nem tudtam, hogy hányan leszünk. Ez tízezreknek szóló üzenet.
De az Úr olyan hűséges, hogy csak nekem is megosztotta, és megbízott azzal, hogy akárhányan itt vagytok, veletek is megoszta, és akárhányan visszanézitek, veletek is megoszta. De a kezdő ige az igazából a folytatása, vagy az előzménye, hogyha kronikusan nézem az igét, a múlt heti üzenetnek, hányan emlékeztek, mi volt a múlt heti üzenet? Csak egy pillantás. És mi volt a kulcsige? Könnyű pillanatnyi szenvedés. Semmi. Amen? Na, úgyhogy megint odalapozunk a 2 Korintus 4-hez, azért felolvasom 13-tól 18-ig, csak hogy a szövegkörnyezetet hason, mert most egy másik részével fogunk foglalkozni ennek az igének. Azt mondja, mivel pedig a hitnek ugyanaz a szelleme, a hitnek ugyanaz a szelleme van bennünk, ahogyan megvan írva, hittem, azért szóltam, hittem, azért szóltam. Mi is hiszünk, és ezért szólunk. Amen. Nagyon-nagyon fontos. Soha ne beszélj úgy, hogy innen már nem tudok felállni. Amen. Innen már nincs kiút. Ismerősek ezek a kifejezések? Vagy lesz ez még rosszabb is? Na ezek... Bezzek régen. Bezzek 2 évvel ezelőtt. Bezzek... Na, ezek nem a hitnek a beszédei. Amen? Hanem ezek a jó esetben természetes emberi reménytelenségnek a beszéde, rosszabb esetben démonikus üzenetek. De azt mondja az ige, mi hiszünk, ezért a hitnek a beszédét szóljuk. Halleluja! A reziliencia az a hitnek a beszédő. Újrakezdés, újrakezdés, erősen, rugalmasan, és tetszett az egyik, hogy gyorsan, gyorsan. Nem csak egy sima ellenálló képesség, hogy ellenállok, amíg ellen török, hanem valamilyen érdekes módon az ember rugalmasan próbálja megoldásokat keresni, hogy újra tudjon az eredeti elhívásában és állapotában futni. Pörögni, mint a gumiabroncs. Amen. Visszavegye azt a formát, mint ahogy a pohár vízben, miután meglögybölted, előbb-utóbb elhalkul, eláll. Mondok erre egy bibliai példát. Jézus... Mikor pörgött és hullámzott a tenger, ő előhívja a tengernek a rezilienciát, azt a újrakezdő állapotát, és azt mondja, shalom. Itt, ezért szólt. Amen. Nem kell mindig megvárni neked, hogy jaj, mikor lesz már, mikor helyre áll, hanem higgyél, és hogyha hiszel a helyreállás Istenében, és hiszel a helyreállításban, hiszel a mindig újrakezdés Istenében, akkor szóljál. Szóld a hitnek a beszédét. Hittem, azért szóltam. Mert tudjuk, hogy aki feltámad, mert tudjuk, ez az alapja a mi hitünknek és a mi szólásunknak, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust a halottak közül. Amen. Volt... Negatív spirálban volt, hogy így mondjam. Volt ennél lejjebb a holtak hazájánál, kilátástalan, olyan helyzetben, amikor az emberek alap esetben már nem tudnak döntéseket hozni a saját életükkel kapcsolatban. Nem volt lejjebb, de mégis, aki Jézus felhozta ebből az állapotból a holtak hazájába, feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt. Na, hogy a rezilienciának... A rugalmas, ellenálló és újrakezdő képességnek a ne továbbja a feltámadás. Amen? Tehát ez a abszolútuma. Ennél tovább nem lehet, mert ami teljesen bedöglött, abból is egy új kezdet van. És ebből az első zsenge a mi Urunk Jézus Krisztus. És mi, aki hiszünk ő benne, ez a mi hitünk, ez a mi hitvallásunk, mi ebbe kell, hogy meglegyünk gyökerezve, és ez a mi hitvallásunk, ez kell, hogy a mi beszédünk is legyen. Hogy van új kezdet, van új lehetőség. Helyre tudok állni, és tovább tudom betölteni az elhívásomat, tovább tudom betölteni azt a mennyei mintát, amire én eleve teremtve lettem. Amen? Ez nem a körülményektől függ. Ez nem attól függ, a keréknek az ellenálló, rugalmas ellenálló képessége, ez nem attól függ, hogy hány kátyú van az úton, hanem hogy milyen minőség az a gumiabroncs. Amen? Az, hogy a víz visszarendeződik, és sima lesz, békés, csendes, tükörsima, ez nem a szélnek, vagy a hullbartnak, vagy a nem tudom milyen másnak a körülménytől függ, hanem ez a víznek a tulajdonsága.
hogy amikor lehetősége van, visszarendeződik. Újra kezdi a pályáját. Halleluja! Na, izgalmas, ámen? Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust az abszolút negatívból, új kezdetet hozott, feltámasztotta az Jézussal együtt minket is feltámaszt. Halleluja! Jézus együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Tehát ez nem egy csak egy embernek szóló, ez csak Pálnak, a szuperszellemi hősnek szóló üzenet, hanem ez mindnyájunknak. Veletek együtt. Veletek együtt. Mi, akik hiszünk és szólunk, velem együtt. Mi, akik hiszünk és szólunk, velük együtt, akik hittek és szóltak előttünk, akik hisznek és szólnak most mellettünk, és akik hisznek és szólni fognak most utánunk majd. Velünk együtt. Fel fog támasztani, maga elé állít, mert minden értetek van. Ó, nehézségek is értünk vannak. Valaki is felnevetett. Értünk vannak. Minden a javára van annak, aki az Urat szereti. Elmondom a kulcs alapvetésünket. A rezilienciának, a rugalmas ellenálló képességnek, megújulási képességnek a kulcsa a szeretet. Minden körülmények között. Legyen az egy munka, és az abban való megfáradás, nyomás, elgyengülés, legyen az a szolgált, és az abban való kiégés, legyen az bármilyen helyzet és szituáció, akkor van meg az emberben, és főleg a mennyei minta szerint ez a rugalmas, ellenálló, újrakezdő, helyreállító és tovább menő képesség, amikor a szeretettel van kapcsolatban. Mondok egy klasszikus, mert mikor szereted a munkádat. Nem volt jó a nap, nem úgy jöttek a beszállítók, nem úgy történtek a dolgok, de mivel szereted a munkát, az egy olyan belső erőt, belső tartalmat ad, hogy felállsz. És minél jobban szereted a munkádat, annál gyorsabban állsz fel, annál nagyobb lendülettel állsz fel, annál hamarabb állsz fel, annál céltudatosabban állsz fel, hogy véletlenül se ezt korlátozzon, hanem az, ami szeret, ami ösztönöz, ami mozgat, az vezessen tovább. Amen. Szóval, mert minden értetek van, még ami nem is jó, az is jót tud és fog kihozni, ha szereted az Urat. Mert minden a javára van annak, aki szereti az Urat. Nem azért mondja azt, hogy akit az Úr szeret, mert ez többé már nem kérdés. Az Úr szeretete abban lett nyilvánvaló, hogy mikor még bűnben éltünk, sőt, nem is éltünk, de eleve tudta az Úr, hogy meg fogunk születni, és egy bűnös életmódba születünk, és egy bűnös életmódot fogunk folytatni. Már akkor odaadta a legdrágábbat, nem kímélte az ő tulajdon egyszülött fiát, hogy aki hisz, el ne veszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szóval az Isten szeretete a Golgotai kereszt óta nem kérdés. Amikor te a keresztre nézel, abban lát nyilvánvaló Isten szeretete. Amen? Hogy ő mennyire szeret engem. Hogy ő mennyire szeret téged. Abban legy nyilván. Tehát többé már nem kérdés az Istennek a szeretetét. Egy kérdés van, a te irántad való szeretete. Aki az Urat szereti, annak minden a javára van. Mert aki az Urat szereti, az megragadta az Istennek a szeretetét, ami a kulcsa az erős, gyors, rugalmas, helyreállító, újrakezdő képességnek. Amen. Halleluja. Szóval, minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjon. Kegyelemnek egy másik jó fordítás, hogy megértsük az egésznek a lényegét, azon kívül, hogy feltétel nélkül ad, ugye így ismerjük a kegyelem, az feltétel nélküli ajándékozás. Egy másik, ami a motivációjára mutat rá, az a ragaszkodó szeretet. A kegyelemnek egy másik fordítása a ragaszkodó szeretet. És azért ad feltétel nélkül, mert a szeretet nem tud nem adni. A világosság azért világít, mert nem tud nem világítani. A víz azért tesz a cseppfolyós víz azért tesz vizessé, mert nem tud. Ez a természete nem tud nem vizessé tenni. A szeretet nem tud nem szeretni. Amen.
ragaszkodó szeretet. És a szeretet nem tud nem adni. Mindent odaadott. Minden értetek van? Minden elvégeztetett. Mindez a ragaszkodó szeretet. Hozzád szenvedélyesen, vehemensen ragaszkodó isteni szeretet miatt ad. Amen. Szóval a kegyelem, hogy a kegyelem, hogy ez a ragaszkodó szeretet sokasodjon. Ezért van minden értetek. Mert Jézus Krisztusban ez lett elérhetővé téve. Hogy a kegyelem sokasodjon, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségre. Miért? Mert mikor megragadod ezt az erőforrást, ezt a belső erőt, ezt a kulcsot, az rugalmas, ellenálló képességű, újra kezdő emberré tesz téged. És nem csak téged, hanem mindazt, akivel megosztod ezt. Környezetedben, a családodban, a munkahelyedben, a barátaid között, az idegennek. Mind ezt egyre inkább hálára fogja ösztönözni az Isten dicsőségének. Az Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk, és most figyeljetek, itt jön a kulcs igéje a mai üzenetnek, ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, deformálódik. Valaki bedobta a követ, ami békés életünkbe. Az idillbe valaki bele trollkodott. Egy kátyú került az utunkba, és kicsit eldeformálódott az élet ennek a gumiabroncsa. Sőt, ha ez is történik veled, azaz, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul. Mit csinál? Megújul, megújul napról napra. Ez a reziliencia, ez a rugalmas, ellenálló képesség. Mindegy, hogy mi történt, mindegy, hogy milyen kátyú, mindegy, hogy ki milyen követ hajtott be, vagy törvényt, vagy nehézséget, vagy üldözés, bármit. Mert a belső ember, a természetünknek a lényege, hogy a gumiabroncsnak, hogy a víznek, a természetének a lényege az, hogy megújul, megújul, ráadásul minden nap. Tudjátok, milyen minden nap? Mert minden nap megújul az Istennek a kegyelme. Amen. Az Istennek a ragaszkodó szeretete. És hogy akkor te megújulsz minden nap, hogy igényled, hogy veszed ezt a ragaszkodó szeretetet, akkor erősödik, egyre inkább erősödik meg benned ez az ellenálló képesség, ez az újrakezdési képesség, ez az erő, ami visz tovább. Amen. De minden reggel Isten kegyelme, ragaszkodó szeretete ott van. És a kulcsa a rezilienciának, az ellenálló képességnek nem más, mint a szeretet. Na, ez volt a bevezető. Azért végigolvasom az igét, csak hogy úgy. És itt hagytuk abba múlt héten. Megújul a mi belső emberünk, napról napra, mert a pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. Amen. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Halleluja! Sokat tudnék még erről az ígéről beszélni, de most ennyire menjünk tovább, mert sok izgalmas rész van még, amit az Úr előkészített már a számunkra. Újrakezdés. Hányan voltatok már, kerültetek olyan szituációba, akár kicsi dologba, akár nagy dologba, hogy újra kellett kezdeni? És akkor előtte vagy még, óriási teherként nehezedik az ember. Egy kapcsolat, egy munkahelynek a váltása, egy egész életszakasznak a lezárása, és onnan felállni, országot váltottatok, barátokat, gyülekezetet. Ez nagyon sok része van az embernek, ahol újra kell. De ez jó dolgok, nem csak rossz dolog miatt történhet ez. Új gyerek születik a családba. Ez egy jó dolog alapvetően, nem? Hát jó dolog az összehozása, jó dolog, amikor megszületik és az eredménye. Tehát nem lehet rossz dolog, de mégis újra kell kezdeni, mégis újra kell kalibrálni egy csomó mindent, és annak megvan a nehézsége. Megvan? Új helyre költözni. Lehet jobb ingatlanba költözni.
jobb ingatlan, de mégis megvan annak a nehézsége, hogy az embernek nincs meg ez a lelki erő, így is szokták nevezni ezt az ellenálló lelki erő. De ez nem csak, hogy ilyen sztoikusan akkor te most tűröd, mert a reziliencia pont nem arról szól, hogy tűröd, hanem hogy aktívan részt veszel, aktívan adod magad, hogy minél inkább visszaálljál a pályára. Minél inkább visszaálljál az eredeti rendeltetési helyedre és a küldetésedre. Amen? Nagyon fontos. Mindenkit érint, azért mondtam, hogy tízezek és tízezek, akiknek ez az üzenet szól, és hallani is fogják ki Jézus nevében, legyen így. Erre vagyunk elhívva. Rugalmasan ellenálljunk, és újrakezdjük. Minél hamarabb, minél nagyobb lendülettel, minél nagyobb lelkesedéssel. Tűzzel. Erővel. Lelki erő ezekhez mű. De annak van lelki ereje, az tud hinni és szólni ezen a módon, aki tudja, hogy Isten szeretet, és aki ki is mondja. Hittem, azért szóltam. Amen! És a belső emberünk napról napra megújul. Napról napra megújul, de mondom, ez nem automatikus. Nem akkor újul meg napról napra, hogyha minden nap megújuló isteni kegyelmet megragadjuk napról napra. Itt van a kapcsolat. Itt van az erő átvitel. Itt van a kulcs, ami megnyitja arra a napra az ellenálló képességet, a megújulási képességet, a lelki erőt, hogy megragadom azt, hogy Isten szeret engem. Szeretett vagyok. Hogy feltétel nélkül a legdrágábbat nem kíméletlenül odaadta, értem. Ez lesz a kulcs. Ha ez nincs meg, akkor ott állsz az ajtónat is, így vered a fejedet egész nap. De rossz ez a mai nap, nem jutok semmire. Pedig ott van a kulcs. A szívedben. Már reggel ott van a kulcs, a friss, ragaszkodó szeretete Istennek. Be kell rakni. Be kell rakni a szádba, és el kell forgatni a nyelvedet, és ki kell hirdetni, hogy hiszem, ezért szólom, hogy Isten szeret engem, és a legjobbat készítette, még ha nem is minden jó, minden az én javamra van. Mert szeret engem az Úr, és én szeretem őt, és a két szeretet fogaskerék, na ma nagyon fizikai hangulatban vagyok, két szeretet fogaskerék, tökéletesen illeszkedik az Isten szeretete, ott van és forog és működik, és arra vár, hogy átadja azt az erőt, azt az energiát, amire szükségem van, és jön az én szeretetem fogaskerék, és mikor ez szépen beklikkel, akkor működik az erő átvitel. Amen. Minél hamarabb kezded reggel, már nem úgy, hogy hajnal 3-kor, akkor jó, délután 2-kor már nem jó, hanem ébredés után minél hamarabb ráklikkelsz, rákapcsolódsz amennyire, annál jobb lesz neked, és nekem is. Mert az, amit tőled kapok, akkor ez egy ilyen megújuló energia lesz. Egy ilyen megújuló erőforrás lesz egyenesen a mennyből. Amen. És ugyanez annál jobb lesz a te lakótársadnak, a házastársadnak, gyerekednek, szülődnek, munkatársadnak, főnöködnek, alkalmazottadnak és utitársadnak a BKV-n is. Amen. Halleluja. Na. Látjuk ezt, látjuk, már fél órája látjuk, hogy az Isten ebben érdekelt. Ő tele van ezzel, és a szeretet a kulcsa, ami ezt megnyitja. Mondok egy másik igét. Róma 11:29. Hiszen, miért van ez így? Hogy az Isten nagyon érdekelt az újrakezdésben. A minél hamarabbi helyreállásban, a rugalmas ellenállásban és az abból való továbblépésben. Miért van ez így? Hiszen, Róma 11:29, hiszen az Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlan. Amen! Nem vonja vissza se az ajándékokat, és itt bele lehet érteni képességeket, talentumokat, karizmákat, nem vonja vissza. Nem veszi vissza se az elhívást,
se a küldetést, se a jellemfejlődésnek az igényét, amit az emberbe belé helyez. Visszavonhatatlan. Nagyon erős szó. Amen. Nem vonja vissza. Mit nem vonja vissza? Elhívást és az ajándékokat. Kettő dolog, kettő példát fogunk megnézni. Tartsatok ki. 10-re befejezzük. Az egyik nagyon az ajándékokról szól, a másik meg a jellemről szól. Az abból fakadó egyéb más dolgokkal. Elhívásról. Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlan. Odaadta, nem vonja vissza. De mi van, hogyha te elrontasz valamit? Mi van, hogyha a körülmények úgy változnak, hogy nem az ideális szinten? Egy gödör volt, valaki beállított egy követ az életedbe, az adott szituáció az ott felbolygatta, megborította a szép rendet. Hát, akkor leülök. Ennyi volt. De mikor volt ennyi? Mikor nincs benned ez a isteni, mennyei, rugalmas, ellenálló képesség. Mert nem ismered az ő ragaszkodó szeretetét. Amen. Az Isten mindig abban érdekelt, hogy minél hamarabb helyre álljon az ember. Nem a múltja érdekli. Ha jogos, ha jogtalan. Nyilván van a múltnak egy olyan része, amit kezelni kell. Le kell zárni, le kell rendezni, el kell ismerni, és a többi, és a többi. De az Isten nem abban érdekel, mikor jönnek a tanítványok, és megkérdezik, hogy ő vétkezett, vagy a szülei. És azt mondja, teljesen lényegtelen, hogy ki vétkezett, nem ezekkel a szavakkal mondja. Igazából nem is válaszol a kérdésükre. Nem válaszol erre a kérdésre, hogy ki mulasztott. Nem probléma orientált. Ugye? Jaj, nem probléma orientált. Miért nem? Mert szereti. Ha nem szereti, aki nem szereti, például Jézust a farizeusok, még a kákán is csomót találnak, akarnának legalábbis. Minél inkább szeretet motivál, annál inkább megoldás motivál, megoldás orientált vagy. Minél kevésbé szeretsz, minél kevésbé a szeretet motivál, annál inkább probléma orientált az ember. Kivétkezett. Tanítványok nyilvánvalóan nem szerették ezt az embert. Ennyire egyszerűen lehet ezt mérni. Nem szeret, kivétkezett. Ő vagy a szülei. És Jézus meg sem válaszolja ezt a nagyon mély, nagyon fontos, mindenkit izgató teológiai kérdést. Hogy van-e generációs átok, vagy nincs? Mert ezért erről szól ez a kérdés. Ugye? Amúgy van. De Jézus nem érdekli, hogy van-e generációs átok, van-e személyes felelősség, és következmény. Jézus egy dolog érdekel, hogy az Isten dicsősége nyilvánvaló legyen, annak az embernek az életében. Mert szereti. És mert ő a rezilienciának az embere. Ő az, aki a teljes, abszolút csődből, a halálból feltámad. És ahogy ő feltámad, olyanok vagyunk mi is. Aki őt feltámasztotta, újul meg, újít meg bennünket minden reggel. Tehát ő ebben érdekelt, az újrakezdésben. Volt ez az ember, nem is tudjuk, hogy a születését, de tudjuk, mert az ige azt mondja, hogy a születésétől fogva ilyen állapotban volt, és mégis a mennyei minta szerint új kezdést akar neki, és ad is neki az Úr. Amen. Halleluja. Szóval, mert az ő ajándéka, az Istennek az ajándéka és elhívása, mivel ő szeretett, ezért visszavonhatatlan, hanem mindig abban érdekelt, hogy megújulj, 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 minél előbb, minél hamarabb, minél rugalmasabban állj vissza az ajándékaidba, és az elhívásodba. Mert egyik sem szűnt meg. Nem szűnt meg a guminak az a formája, az a képessége, mert belement egy kátyúba. Mert az ő természete az hordozza. Nem szűnt meg a víznek az a kisimuló tükör, hogy ilyen ezt, feszített víztükör
tulajdonsága, majdnem feszíteni, hogy a szélén kicsit kanyarodik, fölfelé, az is a menny felé húzódik. Amen. Miért? Mert ez a tulajdonsága. Akárhányszor dobálják be a gyerekek a köveket, előbb-utóbb megunják, hazamennek, és visszaáll. Ha csak nem, valaki előbb rájuk nem szól, hagyjátok már abba, és akkor hamarabb áll vissza. Vagy ha csak valaki rá nem szól, ezeknek a szellemeknek, amely korbácsolják a te életednek a tengerét, hogy shalom, nyugodj meg. Amen. Többféle verzió van, de mert benne van a természetében. Halleluja. Szóval, Isten nem a múltad érdekli, hanem a jövőt. Nem a problémára fókuszál, hanem a megoldásra. Amen. Nem azt akar, hogy évekig, évtizedekig, ha már egyszer elestél, akkor abba is maradj, élvezd idézelbe a következményeit, vagy a te hibádból, vagy a mások hibából, vagy az őseid hibájából, vagy az Ádám és Éva hibájából, élvezd annak a következményeit. Nem, azt akarna, minél hamarabb állj helyre az eredeti elhívásodra. Ezért kell a gyerekszolgálatra nagyon-nagyon fontos hangsúlyt fektetni, mert minél hamarabb arra tanítjuk őket, és abban neveljük az Isten szerinti életmódba, hogy mi volt az ő eredeti elhívásuk, ami előtt még nem deformálódott a kis világuk, a kis életük, de ugyanez neked is igaz. Meg nekem is. Minél hamarabb, minél sűrűbben, minél gyorsabban felállni. Amen. Reziliencia, ezt is mondom, hogy felállsz. Boxban is. Puff, kiütötték. Rászámol, de már fel akar állni, minél hamarabb. Ez az a tulajdonság, ami az Istenből származik. A te ajándékaid és elhívásod, küldetésed viszonyában is. Isten nem vonja, egyiket sem vonja vissza. Ezt megragad egyszer, és mindenkorra, akkor egy nagyon fontos dolgot ragadtál meg. Isten nem vonja vissza. Nem veszi vissza képességedet, a talentumodat, a karizmát, amit neked adott, a Szent Szellem, ahogy akarja, nem veszi vissza. Az ördög akar téged becsapni, hogy hát ennek vége. Hát túl messzire mentél. Elment az idő, már nincs hova. És most ezek az érzések, gondolatok, az is azt mondja, állj fel. Mint egy jó edző a ring szélén. Állj fel. Te vagy a jobb, ez semmi nem volt, nem dobom be a törőközét, hanem azt mondom, hogy állj fel. Állj fel. Amen. Hiszen az Isten ajándékai, karizmája, kenete, talentuma és elhívása, jelleme, küldetés, tőle származó jellem, küldetés visszavonhatatlanok. Na ki az nagy újrakezdésnek kettő nagyon klasszikus példája a Bibliában? Bombázatok. A nagy újrakezdők. Nyilván Jézus, aki a halálban is újrakezdett, sőt, egy magasabb szinten. Péter, rajta van a listámon érzetembe, Pál is lehet nyilván. Jobb is egy érdekes fazon. Mindegy. Kettő név. De ugye gondolkoztok, mindenkinek az életében van ez a újrakezdés. Van ez a minél hamarabb helyreálló, rugalmas, ellenálló képesség, aki újra akar kezdeni. Igazából végigvehetjük a hithősöket. Mindegyiknek az életében szinte biztos, hogy volt egy ilyen pont. Mert ez az isteni élet, az Istennel való járásnak a része. Még a természetes emberben is ez van. Hát még aki újonnan születik, olyan erő által, olyan jelenléte által az Istennek, ami Jézust a halálból hozta ki. A Szent Szellem, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, feltámasztja és megeleveníti a mi hallandó, múlandó, romlandó testünket is. Amen. De ez a belső emberen keresztül működik. Azon keresztül teszi ezt az egészet. De a kettő példa, akiről ma beszélünk, az egyik Sámson. Nagy újrakezdő. Ezt mondja szó szerint. Megtalálom, mindjárt megmondom. Még most az egyszer. Még most az egyszer.
Ez olyan akarom. Szeretném. Még most az egyszer. Mi a sztori? Na, mindjárt megnézzük. De ez az indulat. Akarni kell. Akarni kell. Nem szabad, mert ismered az Urat. Mert van egy elhívásod, mert valamit szeretsz. A szeretet az, ez a kulcs, ez a motiváció. Sámson az egyik nagy újrakezdő, a másik pedig Péter. Sámson a karizmatikus újrakezdő. És ószövetségi. Péter pedig az új szövetségi újrakezdő. És az elhívásában újrakezdő. Ezért választottam, azt gondolom, az Úr rajtam keresztül ezt a két szemét. Mert az elhívása, Péter, és az ajándékai, karizmái, képessége, Sámson, visszavonhatatlan. És hogyha nem vagyunk elég figyelmesek a szöveggel, akkor kivetítjük a magunk képzeletét, ahelyett, hogy az Istennek a beszédét komolyan vennék. Na, kezdjük, és nyilván, Sámson, ószövetségi és a karizmatikus megnyilvánulásoknak és az isteni ajándékoknak a visszavonhatatlanságának a jó példája, illusztris példája. Míg Péter az új szövetségben, az elhívás és a jellemben való megújulásnak, ellenálló és újrakezdő képességnek a példája. Amen? És ez egy nagyobb képet is enged. És alátámasztja azt, amit már leszögeztünk a Róma 11.29 alapján. Az Isten nem vonja vissza az ajándékait. Soha nem vonta vissza Sámsontól sem a kenetet. Milyen kenete volt Sámsonnak? Természetfeletti fizikai erő. Amen? Mert hogy meddő volt az anyja, de imádkozott, és az Úr mondta, jó lesz. Van újra kezdés. Jó lesz, fiúd lesz. Nevezd el, nem tudjuk, nem mondta, hogy nevezd el, de tudjuk, hogy nevezd el. Nem az angyal mondta, hogy Sámsonnak nevezd el. Bírák 13-tól 16-ig ezek a fejezetek beszélnek Sámsonról. Aki 20 évig volt Izraelnek a bírája. Nagyon érdekes, nem tudjuk, hogy hány éves volt, mikor fogságba, börtönbe került. Hány éves volt, mikor meghalt, de az ige azt az időszakot is beszámítja az ő bíráskodásának az idejébe. Hogy? Nem a cselekvés, nem a tevés által volt ő bíra, hanem az elhívása által. Amen? Nem a cselekvés által volt ő Izrael bírája 20 évig, hanem az elhívása által. Nekem van egy ilyen személyes újszövetség kegyelem evangéliumás teóriám, hogyha nem csak karizmában újul meg, hanem jellemben is, akkor lehet, hogy még, mert általában a bíráknak, a jó bíráknak az ideje 40 év. Fél időben szállt ki a játékból. Na, hányan ismertek a sztorit kívülről betéve? Akkor most kihagyjuk itt a Delilás meg az összes többi esetet. Nagyon izgalmas, nagyon jó, meg a rókás, meg az erő... hogy is van az? Na, hogyan közmondás? Édes jött az evőből. Na, mindjárt odalapozok, ha már a nagy találós kérdés, de most erről nem fogunk... Amúgy ez Jézusról egy profitikus beszéd, csak így valakit jobban érdekel. Telelapozhat. És a találós kérdés. Étel jött az evőből, édes jött az erősből. Ez hol van? Bírák 14:14. Sámson ezt mondta nekik, étel jött az evőből, édes jött az erőből. Mi a találós kérdés? De most ezekkel nem foglalkozunk, otthon olvassátok el, egy izgalmas történet. És azok a szempontok, amiket most érintünk, ezek szépen visszajönnek. Karizmatikus ajándékkal felkent ember volt? Érdemei alapján? Nem. Isten szuverén szeretetéből adott. Mert a népnek szabadítóra volt szüksége. És a karizmák soha nem öncélúak.
hanem mindig haszonra adatnak. Mások hasznára adja az Úr. A karizmát, a szolgálati ajándéki identitást, és ilyen volt a bírai elhívást, ezt is ajándékként adta a népnek. Amen. De érdemes megnézni a sztóriában, hogy a karizma nem jellem. Minden egyes alkalommal működött a karizma. Mikor akarta, hogy működjön? A szamár állkapocsal, igen. A rátámadó oroszlánnal, igen. A városkapuval, igen. A nem tudom milyen esetek, a rókákkal, igen. Minden esetben működött a jelleme? Az első házasságában? Nem. A Delilával kapcsolatában? Nem. Mind a kettő visszavonhatatlan? Igen. Amen. Az elhívás is, és az ajándékok is visszavonhatatlan. Ha az egyik jól megy a másik is. Semmi garancia nincs erre, meg kettő különböző dologról beszélünk. Hát, mert az egyik lábam jól működik, nem biztos, hogy a másik lábam is jól működik. De Jézus nevében mind a két lábam jól működik. És neked is. És a hitben járok a karizmatikus lábam, és a hitben járok a jellemes, elhívásos lábammal. A hitben járok a karizmatikus lábam, és a hitben járok a jellemes lábammal is. Ahogy te is. Amen? Na, úgyhogy nagyon érdekes ez a sztori. De a kulcsmozanat, hogy akarni kell. Bármekkorát is koppansz, akarni kell a karizmatikus ajándékokkal való élést, a talentumoknak a használatát is, de akarni kell a jellemfejlődést, az elhívásodba való járást is. Amen? Miért mondom ezt? Mert az ő elhívása az, hogy bíra legyen. És így is tekintett rá az Úr, 20 évig volt Izrael bírája. Ha jó bíra volt, ha nem volt jó bíra. Ha jól járt, ha nem járt. Ha szabadon bíráskodott, ha börtönben volt. Ő ugyanúgy bíra volt. Ez az elhívás. És egy bírának mi lenne a legfontosabb, hogy igazságos ítéleteket hozzon? Mondjuk. De hogy ő maga az igazságnak az oszlopa legyen. Ugye? Hát. Na. A sztori, hogy a kis jellem gyengeségek miatt, és mert Delila elcsavarta a fejét, elmondta a titkát. Volt neki egy titka, hogy az ő kenete, az az ő hajában van. Nem tudjuk, milyen hosszú haja volt. De azt tudjuk, hogy nem vágta le soha. És nem erről akarok beszélni, de két gondolatot azért ide kell fűzzek, úgy érzem, az Úr úgy vezet. Játszott a titkával. Az ő életének, az ő erejének a titkával szórakozott. Azért, mert személyesen érdekelt volt a nőben, azért, mert annyira magabiztos volt az ajándékában, ez egy másik, nem vagy, hanem mind a kettő igaz. Annyira biztos volt, hogy ő annyira rendítette az ajándéka miatt. Aminek semmi köze az ő természetéhez. Az ajándéknak, főleg a karizmatikus ajándékoknak semmi köze az emberi természethez. Hanem annak az isteni természethez van köze, és az isteni természetből kap egy kis lerakatot, egy morzsányit, egy szilánkot, egy szikrát, egy kisebb, nagyobb adagot az ember. Aki abban bízik, és azt gondolja, hogy ez mindenre elég, az könnyen Sámson útjára téved. És ő játszott. Szórakozott. Könnyelműen vette, és azt hitte, hogy az a minden. Közben az csak a fele a sztorinak. Visszavonhatatlan? Ebben igaza volt? Nem tudja elveszíteni. De vannak határai. És nagyon érdekes ez a sztori, ebben most nem tudunk jobban belemenni, hogy miért pont a hajába? Miért pont a hajába? Ami alapvetően
természetszerűleg nő. Hányatoknak nem nő természetesen a haja? Folyamatosan. Ha nem is a fejeden, akkor máshol. Tehát, sőt, ugye még a halál beállta után is kettő dolog növekszik, a körmök meg a haj. De mégis egy olyan valami, amit tarkopaszra lehet nyíni, tehát csak a gyökere, csak a hagymája marad meg. De megmarad. Nem? És ez történt a szerelem, a nagy önbizalom, a jellemgyengeség miatt, végül is elárulta a titkát, és az történt, hogy megnyírta a nagy szerelme, megkopasztotta. És utána, amikor rájött a filiszteus, akkor azt gondolta, nagyon erős a szöveg, hogy megint megrázza magát, mint előtte. Megint megrázza, persze, hát figyelj, karizmatikus ember vagyok, az Úr szelleme velem van. Megint, jó, volt egy-két rossz kanyar, volt egy-két túlpörgetés, de megint megrázom magam, és meg lesz oldva minden. Na, nem lett megoldva minden, hanem az történt, hogy elkapták, elveszítette a látását. Szerintem már előtte sem volt látása. Ez csak a kiteljesedés a láthatatlanból a láthatóba. Megvan? Elveszítette a látását, mert azt hitte, hogy a karizma valami, az ajándék, ami visszavonhatatlan. És hogy az a minden? És mi van a jelleme, mi van az elhívása, mi van a bíró intézményével és azzal a tisztséggel? Az, hogy nem nagyon foglalkozott. Pedig az is visszavonhatatlan. És megrázta magát, de nem sikerült a mutatvány. Szomorú. Ennek az lett az eredménye, hogy elveszítette a látását, amit szerintem már előtte elvesztett, azért került ebbe a helyzetbe és ebbe az állapotba, ez csak kiteljesedett az ő életébe. És nem tudjuk, mennyi ideig van, és berakják ilyen örlő malmot hajtani, ahova szamarakat meg az igavonó állatokat rakták. Egész nap, 8 órás munka műszakban, 12-3 műszakban, körbe-körbe járt, és nyomta, és őrölte a lisztet. Őrölte a lisztet a filiszteusoknak. És őrölte, és őrölte. És azt se vette észre, szerintem, hogy egyre jobban megy az örlés. De történt egyszer, 16-ban, 22. De Sámson fején nőni kezdett a haj azután, hogy levágták. Egyből! Hányotok nyíltatok, már lettetek lenyírva kopaszra, és csak 3 hét után kezdett el nőni a haj. Bárkinek ilyen tapasztalata? Mondok klasszikusabbat. Epiláltál. És csak 3 hét után kezdett nőni a szőr a lábadon. Hányan tapasztaltatok meg ezt a csodát? Most lehet jelentkezni? Az a csodálatos, hogy ahogy lenyírták, azonnal elkezdett nőni a haja. Sámson fején nőni kezdett a haj azután, hogy levágták, mert a magja, a hagymák azok ott voltak. Egyszer ezek után, és ő ott dolgozott, ezért mondom, minél hosszabb volt a haja, annál jobban ment az őrlés. Annál kevés, a nap végén már teljesen laza volt. De nem jutott el, nem volt látása ennek az embernek. Nem volt előtte se, utána sincs nagyon látása. És egyszer a filiszteusok városfejedelmei összegyűltek, hogy nagy áldozatot mutassanak be Istenüknek, Dágonnak, ez egy külön prédikáció, meg egy csak egy két szót fogok erre vesztegetni azért, és hogy örvendezzenek előtte. Dágon istene az egy habsellő. Habsellő. Ági néni, nem tudod, mi a habsellő. Komoly hiányosság. Mi a habsellő? Félig hal, félig ember. Hableány.
Hableány, mi? Habsellő, nem ugyanaz? Habsellő. Hableány, most el, így tudjátok. Hableány, sellő. És ez egy profétikus kép. Ugyanis ma is vannak ilyen Dágon imádók. Dágon imádó, Dágon bálvány imádók. Mert ez nem másnak az előképe, mint a halakból. Ilyen, az evolúció elméletnek a halakból lettünk mi emberek. És ez nagyon szépen ki lehet mutatni, most megint nincs erre időnk, hogy ezt nem Darwin találta ki. Ez már Krisztus előtt 600 és 1000 évvel a hinduknál is megvolt, ugyanez a mítosz, ugyanez az elképzelés, csak szépen kicsit átformálták. És ez a gyökere ennek a mitológiai bálványistennek, aki mögött nyilvánvalóan démonok állnak, ezt nem kell hangsúlyozni. És ma is a világ, az evolúcionista része, az ebben Dágon bálványimádásban van, csak lehet, hogy nem így hívják, hanem darwinistának hívják, vagy marxistának hívják, vagy materialistának hívják, vagy nihilistának hívják, vagy bármilyen más neve lehet még. Megvan? Ez csak így zárójelbe. Összegyűltek, hogy áldozaton utassanak be, és imádják. És annyira felpörgött a buli, 25-ben azt mondja, olyan jó kedvük támad, csak nagyon, az igye, az mindig választékosan fogalmaz. Annyira felpörgött a buli, hogy ezt mondták, hívjátok ide Sámsont, hadd szórakoztasson bennünket. Na, és Sámson ezek szerint még előtte is arról volt híres, hogy ilyen mókamester, a partiknak a középpontja. Ő, mikor az Isten keletében járt, akkor is azért bulikot csinált, tehát összefogni, nem tudom, 100 vagy 200 rókát, összekötni a farkukat, azért volt cirkusz. Tudott cirkuszt adni a népnek, de ez nem a karizmáját használta erre, de nem a jelleme nem volt az Isten szerinti. És tudták ezek a fiúk, hogy ó, bulit akartok, akkor hívjuk Sámsont. Hát ő a, ő a fő parti arc. Oda hívták Sámsont a foglyok házából, hogy szórakoztassa őket, és odaállították az oszlopok közé. Sámson ezt mondta az fiúnak, aki a kezét fogja, eresszen, hadd tapogassa meg az oszlopokat, amelyeken a ház nyugszik, és hadd támaszkodjam hozzájuk. A ház tele volt férfiakkal, asszonyokkal, ott voltak a filiszteusok városfejedelmei, a tetőn pedig mintegy 3000 férfi és nő, akik Sámson játékán szórakoztak, és Sámson szórakoztatta is őket. Megvan? Ekkor Sámson az Úrhoz kiáltott, és itt van egy, és ezt mondta. Ó, Uram, Uram, emlékezz meg, kettőségben van az ember. Emlékezz meg rólam, és erősíts meg engem még most az egyszer, én Istenem, hogy bosszút állhassak a filiszteusokon a te nagy nevedért. Nem ezt mondja. Hogy bosszút állhassak a filiszteusokon most még az egyszer a kétszer nemért. Érzitek a továbbra is jellem gyengeséget? Nem az, hogy szégyent hoztam a nevedre, szégyent hoztam a bírai intézményre, hogy sajnálom, hogy a nép megint fogságban van, miattam és az én... Semmi ilyesmi nincs benne. A két szememért. És figyeljetek, hogy mennyire nincs látás, hogy az Úrtól kéri az erőt. Ebben onnan indult a sztori, hogy azonnal, milyen zselágták, elkezdett nőni a haja. Visszavonhatatlan a karizma. Vannak helyzetek, és ez egy nagyon érdekes helyzet, amikor idő kell, hogy megint kibontakozzon, minél hosszabb fültyei vannak, annál nagyobb a karizmája. És azt sem veszi észre, hogy a hétköznapok egyszerűbben megy a szürke hétköznapoknak a munkája, a mókuskerék vagy az örlő malom. Ő az Úrtól kéri azt, ami már az övé. Bosszút állhassak a két szememért. Azzal átfogta Sámson a két középső oszlopot, amelyeken a ház nyugodott, és az egyik jobb kezé, a másik a bal kezével, és nekik feszült. Majd ezt mondta Sámson, hadd halljak meg én is, és itt van megint egy hisz és szól. Csak nem jó dologba hisz, és nem jó dolgokat szól. Hadd halljak meg én is!
filiszteusokkal együtt. Azzal megfeszítette az erejét, úgyhogy a ház rádölt a város fejedelmekre és az egész népre, amely benne volt. Így többet ölt meg halálával, mint ahányat megölt életében. Ezután elmentek a testvére és apjának egész háza népe fölvették, és hazavitték. Ki kellett ásni? Nem kellett kiásni a romok közül, ez is egy érdekes, csak úgy fölvették. És eltemették. 20 évig volt Izrael bírája. Na, akarta a karizma használatát? Akarta. Akarta. Ez a kulcs. Ne, és visszavonhatatlan már azon a pillanatban, amikor megnyírta Delila. Már akkor elkezdett nőni megint a haja. Már akkor az Isten megint ott volt a helyre, rugalmas helyre állító képességével. Hát, tudok-e rámed volna? Vagy nem tudom, most elvesztettelek titeket, vagy annyira le vagytok taglózva, hogy mi van? Ez van. El kell olvasni a Bibliát, izgalmas könyv, halleluja. És nem csak, hogy izgalmas, hanem életet ad. Amen. Szóval abban a pillanatban Isten ott volt természetszerűleg, mert abban helyezte ebbe a legtermészetesebb, tulajdonságába, hogy már akkor elkezdett nőni. Már akkor működött neki, előtte és utána se volt látás, utána már fizikai látás volt, és mikor kéri Isten, ó, Uram, most használ, hadd használjam a karizmát, az Úr így amegy be. Jaj. Mert már benne volt ez a kép. Nincs benne, hogy az Úr most hirtelen rájött, hirtelen betöltötte, mert nem az volt a kiindulási alapja, hanem a hajában volt. Nő a haj, van karizma. Nem nő a haj, vagy nincs haj, akkor kicsi a karizma. Ennyire egyszerű volt a matek. És az ő hite, hogy hadd halljak meg én is. És a két szememért, bosszút állok a két szememért. Annyira nincs köszönő viszonyban a karizmája, és annak a természete az elhívása az, hogy ő bír a tisztségben át Izrael népe előtt és az Isten előtt. De akarta, és még hogyha ilyen jellemgyenge módon akarta megint, ugyanúgy működött. Mert Isten karizmája, ajándékai visszavonhatatlanok. Bírjátok még? Kicsit megszaladt az idő. És az újrakezdésbe hatékonyabb volt, mint az előző egész pályafutás alatt. Mert az Isten nem úgy van, amikor te újra kezded, na jó, akkor legalább onnan kezded. Legalább azt a szintet érd el, mert egy másik kulcsig ehhez a témához. Ahol a bűn megsokasodott, az Isten kegyelme még bőségesebben kiárat. Kiárad. Felülmúlja. Amen. Legyetem egy kicsit izgatottabbak, mert ez egy fantasztikus üzenet. Ahol a bűn megsokasodott, az Isten kegyelme még ebben a jellemgyenge állapotban is még inkább kiáradt. És még inkább, és ráadásul az összes nem csak, hogy darabszámra volt több, most figyeljetek, hanem akik ott voltak összegyűlve, az az elit, az a vezető, az a krémje volt az egész ellenségnek. És onnantól kezdve le volt fejezve, hogy így mondjam, nem szó szerint, hanem gyakorlatilag a vezetősége, az elitje a filiszteusoknak, és teljes fejetlenségben voltak a szó legszorosabb értelmében is innentől kezdve. Amen! Nem csak minőségi, hanem mindig, nem csak mennyiségi, hanem minőségi, nem csak minőségi, hanem mennyiségi növekedést is hoz az Úr kegyelme, ami hiper módon, ez van az eredeti szövegben, több, mint elég, túlcsorduló módon kiárad. Ahol a bűn megsokasodott. Úgyhogy még mindig azért jellem szempontjából voltak, lehettek volna fenntartások, de működött a karizma? Működött. Mert Isten elhívása vissza. Ez az ő természete. Kezdj újra, és mikor kezded, akkor még nagyobb, és még hatékonyabb minőség és mennyiségi szempontból is. És hogyha nem, én azt hiszem, ez az én személyes teóriám, ne kövezzetek meg, mondtam azt, hogy kövezzetek meg, de ne kövezzetek meg, de a hit és a beszéd az egy kulcskérdés. Hogyha nem azt mondja, ha képes egy egész házat ledönteni, miért ne lenne benne a hitében, hogy hát figyelj, hát a fejemre esik az egész, azt is megtartom így. Van lehetetlen az Istennél? A mi hitünknél, a mi beszédünknél vannak a limitek.
És nem is kellett kiásni, mert felvették és elvitték és eltemették. Ezért higgyetek és szóljatok a megújulásnak, a helyreállásnak és a még jobb minőségi és mennyiségi szinten való kiáradásban karizmák és az elhívás szempontjából is. Mert mind a kettő visszavonhatatlan, de ne tévesztették össze a karizmát, a jellemmel, az erőt a bírai tisztséggel. Pilátus helyett. Sámsonnak az esetében. Na, nincs több időnk, ezzel foglalkozunk, de ajánlom otthon áttanulmányozásra még egy kicsit ezt a részt. És azt gondolom, hogy azért is nagyon erős ez a rész, főleg párhuzamba állítva, mint Sámson az új Ószövetségnek a példája. Mert az Ószövetségben is működött a karizma. És az Ószövetségben is mindig, mikor akarta, az ajándéknak a tulajdonosa tudta használni. A jellemet hiába akarta. Nem úgy működik. És ebben azt gondolom, hogy egy óriási váltás az Ószövetség és az Új Szövetség között. Hogy az Ószövetségben te feleltél egyedül a jellemedért is, míg az Új Szövetségben a még második emberünk, Péternél azt mondja az Úr Jézus, utolsó vacsorán, Péter, imádkoztam érted, hogy el ne fogjon a hited. És miután majd helyreállsz, erősítsd a többieket. Érzitek a különbséget? Jézus imádkozott Péterért, hogy mikor majd helyreáll, jól tudja csinálni, amit csinál. Az elhívását be tudja tölteni. Az Új Szövetségben nem csak a karizma megújulására van lehetőséged, mert a Sámson történetnek szerintem ez a tragédiája, hogy a jellemét nem tudta megújítani. Még a üldözések, a nehézségek, a szemkiszúrás által sem, és az utána való tapasztalatok által sem. Én azt gondolom, az Új Szövetségben nem csak a karizmát tudod, nem csak a karizmával kapcsolatban vagy ilyen rugalmasan ellenálló, hanem a jellemmel is. A jellem fejlődése is, az elhívásoddal is. Amen? Tudok erre amen mondani? Mondom nagy madás perspektívából. Mert ez a sztori. Jézus azt mondja, hogy Péter lábmosásnál kezdődik. Péter nézi, Jézus szépen, aki a legnagyobb szolgává lesz, aki szolgáló király, végmossa mindenkinek a lábát, és közben Péterbe dolgozik a büszkeség. A két szemem. Ki vagyok én? Odaért Péterhez, ugye ez a szellem, mint ami Sámsonnál is volt, hogy a két szememért hadd álljak már bosszút, ugye ez a szellem dolgozik Péterben is, és azt mondja, én lábamat te nem mosod meg soha. És azt hiszi, hogy ezzel dicsőíti meg az Urat. Ez egy külön prédikáció, hallgassátok meg, a kiszolgáló király. Én annyiszor hallgatom, ahányszor nem szégyellem, és a saját magamtól is. És másoktól is, akik ezt hirdetik. Mert nem lehet elégszen hallani, mert annyira mennyei gondolkodásmód, és annyira nem ember és természetes. A kiszolgáló király. Szíverősítő. Ajánlom a figyelmetekbe. De ő azt gondolja, hogy ezzel fogja majd megmutatni a többieknek, hogy ő a legény agáton, ő értékeli igazán az Úr Jézus. Na, nem jött be, és azt mondta, ha én nem moslak meg, semmi közünk egymáshoz. Ja, és by the way, mellesleg, Sátán kikért titeket, de én már imádkoztam, ez is le van rendezve. Péter nem tudta, hogy merre van az előre, de azt hitte, hogy tudja. És amúgy kakas nem fog megszólalni, mire te háromszor megtagadsz. Soha! Ha kell, a halálba is megyek veled. Ha kell bármit, mindent, és annak az ellenkezőjét is veled, és érted? Ez a Péter. Jellemerős bajnok, ugye? Mint mi. Tehát ez egy tükör nekünk, csak így hát, ha jobban átjön, mikor nem mi vagyunk ott benne a szituációban. Viszont mondja, jó van, hadd mossam meg a lábadat. Hát le van rendezve ez is. Kimennek a Getsemáné kertbe, jönnek, elfogni Jézust, Péter még akcióban van, levágja a nyakát helyett a fülét, a Málkusnak, a főpap szolgájának, nem jött be. Ennyire futott az ő erejéből. Jézus visszaragasztja a fülét, most nem ennek van az ideje, és előlép. Többieket így, Pétert is, a háta mögé. Ha értem, jöttetek,
ezeket engedjétek elmenni. Tehát Péter nyugodtan elsírt el a Getsemani kertből, de úgy azért pedzi a kíváncsiság, és elmegy a főpapnak a házába. Ez egy másik külön prédikáció, hogy valószínűleg János farvizén volt neki bebocsájtása. De ott van, és élvezi az ellátást, élvezi a meleget, mert egy hideg, csípős hideg éjszaka volt a megváltásban. Jézus megváltott téged a hidegtől is. Attól, hogy fázzál télen, attól, hogy ne legyen elég tűzifára, melegre és a többire is. Amen. Az egy különösen hideg éjszaka volt, amikor ő mesztelenül, kínozva, fűtés nélkül állt a te helyedre is. Ez csak egy ilyen kicsi része a megváltásnak. Hogyha esetleg ilyen aggodalmai lennének, Jézus ebben is beállt a te helyedre. Halleluja. Na és akkor János nagyon-nagyon nagy vonalon leírja, hogy persze megtagadta háromszor, és megszólalt a kakas, ahogy Jézus megmondta. De a Mátéban van egy nagyon izgalmas rész. Máté. Hol vagyok? Máté 22, 60 és 61. Javított a jegyzetem. Huszon hat. Huszonhatban van. Na most elírtam. De elmondom a lényeget, otthon meg kell, ez a házi feladat. Jön az első kör, melegszik Péter. Nem, te is galilai vagy, akcentusod elárul, csúnyán beszélsz. Nem ismerem, honnan ismerem, nem ismerem. Jó. Jön a következő kör, az éjszaka van. De, te voltál az, hát emlékszem rá, te is ott voltál rajtad keresztül, gyógyultak, szabadult, működöttek a karizmák, működtek az ajándékok. Hát hogy lehet, gondolj, mert te rajtad működnek a karizmák, akkor megjegyeznek az emberek, nem? Olyan furcsa dolog történt veled általad. De, te voltál, nem én voltam az. És jön a harmadik sztori, harmadik találkozás, mikor megint, de bizony, és akkor Péter teljesen a jellem kitör belőle, a szíve bőségéből, és elkezd átkozódva megtagadni az Úr Jézus, hogy sosem ismertem is. Tudjátok, igazat mond. Nem ismeri igazán az Urat. De még kellett ezt átkozódni is, ez egy jó kérdés, ugye? De nem ismeri az Urat, és az egyik evangéliumban most nem találtam meg, de az van benne, hogy ahogy Péter átkozódott, pont akkor vitték el Jézust. Pont ott mellette, és Jézus visszanézett. Szemébe. Az egyik evangéliumban benne van. Pont akkor Jézus visszanézett, és a szemébe nézett Péternek. És találkozott a szemük. Ez egy nagyon-nagyon fontos mozzanat. És akkor Péter visszaemlékezett, hogy pár órával ezelőtt neki az Úr Jézus mondott, és kiment és sírt. Fú, az egy elég jó rész. Én filmesen, ugye. Mi lehetett Jézus szemében? Szerintetek. Ugye? Kinek? Milyen a szíve? Az alapján képzeli ezt az egész helyzetet. Biztos vagyok benne, hogy Jézusom, na ugye megmondtam? Na ugye? Kevés vagy, bebuktad. Na és most mi lesz veled? Biztos nem ez volt a szemébe. De ez egy nagyon fontos mozzanat. Hátra néz, és belenéz a szemébe, amikor beteljesedett azt, amit mondott, hogy háromszor tagadsz meg, azt még nem is mondta, hogy átkozolni fogsz, pedig szerintem azt is tudta. És belenézett a szemébe, és szerintem az van benne, hogy minden rendben van. Már megmondtam neked, hogy minden rendben van. Már megmondtam neked, hogy van új kezdet.
van egy új pálya. És nem csak a karizmákat lehet újra felvenni, hanem a jellemed is meg tud újulni. És mikor megújul a jellemed egy ilyen bukás, egy ilyen mélyrepülés után, mivel ahol a bűn megsokasodott az Isten kegyelme, még inkább kiárad az új szövetségben, a kegyelem szövetségében, akkor az jellem növekedéssel jár együtt. Tudtok-e rámed mondani? Amen! Halleluja! Lukács 22, igen, 60-61, akkor elírta valaki a jegyzetemben Mátéra. Lukács 22, 60-61 van, benne van ez. Ránézett, és már Sámsonnak elveszett a látása. Péter, mikor Jézus szemébe nézett, látás vett. Új látást vett, új értelmet nyert, új lendületet, és ez nem azt jelenti, hogy egyből így is ment utána, mint a nyíl egyenesen fölfelé, amelyik nem, de már ott kapott egy impulzust. Azt gondolom, nem véletlenül van benne, pont a Lukácsban, ami az emberként mutatja be, hogy Jézus, tudtam, benne vagyok, ott vagyok, veled vagyok, helyetted vagyok itt, a te helyedben állok. Amen. Ránézett, és utána folytatott a sztori, Péter kiment és elsírta a bánatát. Nagyot koppant azért. Egy ilyen szembesítés után azért az ember nehezen, kevés a lelki erő, hogy így összekaparja magát, ugye? A semmi másért, és én hiszem azt, hogy Jézus nem kárhoztatta. De a lelki ismerete az embernek. Kárhoztatja és vádolja. És nehéz helyzetbe került ez a Péter. Olyannyira, hogy ő nem hisz már, mikor hallja a feltámadásnak az evangéliumát. Mert fut Jánossal együtt, ketten mennek, de János gyorsabb volt, fiatal volt, a kegyelem mindig gyorsabb. Ámen. Ámen, nem hallom az ámeneket. De nem ment be a sírba, mert mindenki benézett, látott és hitt. Péter odaért, ő bemegy és nem érti. Ő nem hisz. Akkor jönnek az Emmauszi tanítványok, ők is elmondják, hogy láttuk az urat. Az asszonyok is, és Péter még mindig nem nagyon hisz. És ennek az a végkifejlete, hogy azt mondja, János 21, 3. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Visszatérek a halászathoz. Van egy déjà vu élménye itt ennek a Péternek. Minthogyha már történt volna ez az eset. Egész éjszaka küzdenek erővel, képességgel, tudásával, berakja, és nem fog semmit. És megjelenik valaki a parton, és azt mondja, van valami, ennivalótok, fiacskáim. Nincs. Dobjátok be a hálót, fogásra. És mikor bedobják, megtelik a háló, másodjára, ez a második leírt, ezt is hangsúlyoznám, én azt hiszem, hogy több csodálatos halfogás is volt, ez a második leírt csodálatos halfogás, ámen, mert a legelső pont Péter elhívását előzte meg, ez a második leírt csodálatos halfogás pedig a Péter újra elhívását, újra elküldését, újra szolgálatba állítását előzi meg. Nem véletlenül. És csak János számol be erről az esetről, aki a kegyelem evangéliumának a szemszögéből közelít az egész Jézus életéhez. Amen! És mikor János egyből felismeri, az Úr az! Egyből tökéletesen látja a helyzetet. Péter nem tudja, mit csináljon, kicsit zavarba van, felveszi a ruháját, és úgy ugrik be a vízbe. Tehát a tuti módszer, hogyha nem akarsz lassan, nem akarsz gyorsan kiúszni, akkor húzzál magadra minél több ilyen lenvászon ruhát, és úgy próbál kiúszni. Na, meg is ezt az eredménye, mert a többiek már a telehajóval, halakkal, 153 nagy halal már kérnek, mire kikecmerek Péter is, tiszta csúron vizes, és ott van Jézus, ott várja őket, fantasztikus rész, de most nem ez a lényeg, a parton grill étellel. Amen. Halak és kenyerek, és azt mondja, hozzatok a tietekből is. Leül Péter ott vízesen. Most levegye, vagy ne vegye. Ugye? Nagyon érdekes a szituáció. És jól lakatja Pétert Jézus.
Pétert is. És utána jön a nagy beszéd, 25-15. Ezután ettek, és így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia. Jobban szeretsz engem, mint ezek? Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki. Legeltesd az én juhaimat. Várjunk, állítsuk meg egy pillanatra ezt a videót. Jézus megárult, elárult, megtagadott, kátkozódott, saját magára is, meg rád is, meg... Mi történik itt? Bűnvallás, vagy valami? Egy kérdése van Jézusnak. Szeretsz-e? Mert van szeretet? Van újra kezdési erő, lehetőség, lendület, rugalmasság. Van reziliencia, ha van szeretet. Mindenhol ez a kulcs. Szeretsz-e engem? Várjatok még, nincs vége. Szeretsz-e engem? Igen. Akkor töltsd be az elhívásodat, mert az elhívásod visszavonhatatlan. Ahogy a karizmáid is, és a képességeid is visszavonhatatlan. Amennyire képes voltál halat fogni nélkülem, most is olyan képes voltál halat fogni. Nem vontam vissza a nem vagyok képes halat fogni ajándékodat. Csak egy vicc volt. Csak a nagyon-nagyon értelmesek értették. Nagyon szellemiek, csak a nagyon szellemiek értették. Nem. És azt hiszik, hogy minden rendben van. De nincs minden rendben még mindig, mert eltelik egy kis idő, persze jó van lakva. Persze én azt gondolom, hogy levette a ruháját, Jézus hozott neki egy másikat, ezek az én teóriáim, hogy én látom Jézus és Pétert ebbe a szituációban, akinek kettő van nagy oldalnak, akinek nincs, vagy akinek vizes, saját hibájából, melegedjen közben a tűznél, miután már jól lakott. És ő ismét megkérdezte, másodszor is így szólt, és közben beszélgetnek. Mindenki közök állna van, mindenki el van beszélget, élvezi egymás társaságát, de jó, és itt van Jézus, és mekkora halapi láttátok. És csak ki kellett húzni. Ez egy csoda, megvan, ez egy csoda helyzetben vagyunk, és az meg van fejelve az, hogy az Úr megint kiszolgál, felszolgál. Ő nem csak a pincér, hanem a szakács is. Ebben a szituációban. Amen? Pont ahonnan indultunk az utolsó vacsorán. Simon, Jóna, szeretsz-e, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Megint nincs bűnvallás, nincs semmi rendezés, de azért mi már nagyon okosak vagyunk, és kezdjük érezni, hogy kétszer megtagadta, most kétszer megkérdezte már, háromszor tagadta meg, most kétszer megkérdezte már, hogy szeretsz engem. És válaszol, igen, és mond, tudod, hogy szeretlek. Tehát csak azt nem tudta, hogy mire megy ki a játék, idézően a játék. Jó, akkor állj be, állj vissza, állj helyre, minél hamarabb, minél rugalmasabban, minél nagyobb lendülettel. A bűn megsokasodását felülmúló kegyelemmel, bőségesen felülmúló kegyelemmel a juhok legeltetésével. Erről szól a sztori. Amen? Harmadszor is szólt hozzá Jézus. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Mi a kulcs? Az elhívásban való helyreálláshoz? Újrakezdéshez? Új lendülethez? Szeretet, 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 szeretet. És lerendezi az egész nemtelen árulást? Le! Tehát azért érezzük, hogy háromszor árulta el, mire megszólalt a kakas, itt miután böffentett egyet és jól lakott, utána kérdezi meg háromszor Jézus, hogy szeretsz engem. Tehát azért érezzétek már egy kicsit, hogy ki is a mi Urunk. Amen. Ezek nem a legcivilizáltabb emberek voltak, úgyhogy ezt jobb, hogyha tudjátok. Péter meg kimondott nem. De Isten elhívása visszavonhatatlan volt. És az ajándéka is. És harmadszor is megkérdezi, és mikor harmadszor megkérdezi, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem? Miért? Egyrészt szerintem azért, mert eszébe jutott a háromszor, már háromszor, hát azért háromszor veltett a Döblögin is, de nem az, hanem hogy háromszor árulta el. És harmadjára átkozódva, amikor is volt egy visszanézése Jézusnak.
Jött a kárhoztatás az ő szívébe megint. Saját magából, saját magától, és elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezi tőle, szeretsz engem. Ezért ezt mondta, Uram, te mindent tudsz. Na azt is tudtad, meg is mondtad, én nagyképűen, de te mindent tudsz. Tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd a én juhaimat, állj helyre az elhívásodban. Állj helyre a küldetésedben. Állj helyre a jellemedben. De mindennek mi a kulcsa? A szeretet. A szeretet. De itt jön egy másik csavar, hogyha még inkább a kegyelem szemüvegét rakjuk fel. Nem az a szeretet, hogy mi szeretjük őt, hanem az, hogy ő szeret minket. Visszatérni az első szeretethez? Ámen! De mennyire? De melyikhez? Hogy én mennyire szeretem az Urat? Nem, mert nem az az első szeretet. Ahhoz az első szeretethez kell visszatérni, hogy ő szeret minket ragaszkodó módon, ő kegyelmes velünk, és azt akarja, hogy hiába estem, hiába buktam, hiába kerültem olyan szituációba, minél hamarabb helyre álljak. És mikor ő szeretetében ragaszkodom, ezért kérdezi, egyből visszaállítja a szolgálatába, és nem is akármilyen szolgálatába, és az elhívásába, és a jellemébe, hogy ahol elbukott, ahol a bűn megsokasodott a kegyelem, még inkább kiáradjon, mert az lesz a vége, hogy tényleg hajlandó Jézusért meghalni is. Tényleg az életével fizeti Jézusba vetett hitéért ez az ember, aki féltette a rongy életét itt a főpapnak a házába. Miért? Mert nem csak a karizmája állt helyre neki, hanem nem csak a karizmája újult meg, és minél nagyobb és nagyobb és nagyobb szinten, hanem a jelleme is. Hanem a szíve is, hanem az elhívása is bele tudott állni, mert ahol a bűn megsokasodik, Isten kegyelme még inkább kiáradna. Istennek sem az ajándékai, sem az elhívása nem visszavételre készültek. Nem csak mutiban, megláttad, megnézted, megkóstoltad ezt is, azt is, aztán elbuktál, aztán oda vagy. Még az Ószövetségben sem vonta vissza az ajándékokat. De nem volt meg az a személyes Jézussal való szeretet, viszony és kapcsolat, amitől a jellem is exponenciálisan kegyelmet kegyelemre tetőzve meg tudna újulni. Amen. Ez a mi osztályrészünk. Karizma, bármi, bárhol, bármiért is raktad le a lantot. Buktál el, kerültél a padlóra. Az Úr azért van már egyből kezd nőni a hajat. Ne felejtsd el, nem tudod. Egy kérdés van, akarod-e és használod-e? Ennyi a kérdés. De az új szövetségben még egy extra dolog is van. A jellemet sem ott áll meg, ahol bebuktál. Ha szereted az Urat, és még inkább, hogyha rájössz arra, hogy nem az az első szeretet, és nem az a lényeg, hogy te hogy szereted őt, hanem hogy ő hogy szeret téged. És aki ezt megragadja, és ezt megújítja mindenre, akinek a belső embere megújul napról napra, ebben az ismeretben, ebben a tudásban, ebben a kijelentésben, az olyan, mint a gumilabda, nem lehet a víz alá nyomni. Az olyan, mint a világosság, bármennyi sötétséget be lehet ide hordani, az akkor is világosság lesz. Ha megvan gyújtva az a kis gyertyalán, és ki fog jönni, és ki fog törni, mert a rugalmas, ellenálló képesség, az újrakezdésnek a képessége van benned a mennyből, és ebben az extra jó az, hogy nem csak az ajándékok, nem csak a szolgálat, hanem a jellem szempontjából. Egy. Kettő. Hogy nem csak odaállítasz Úrra, honnan kibuktál, hanem mivel a bűn megsokasodott a kegyelem, még inkább kiárad, még inkább tovább visz, még inkább megerősíti jellemben és szellemben, karizmában és elhívásban is. Jézus nevében ilyen emberek vagytok, minden reggel megülő kegyelmének a megragadása által. Velem együtt. Amen. Köszönöm, hogy kitartottatok, szerintem megérte. Amen. Én mondtam, hogy az Úr olyanokat készít, hogy én magam elcsodálkozom. Tényleg, Uram. De mivel érdemeljük ezt ki? Semmivel.
Szeretlek titeket. Egyedül ülne itt Erika, úgy ezt az üzenetet elmondta volna az Úr. Még személyes szövre szabottan. Amen. Most azért volt kicsit tágabb, hogy mindenki tudjon kapcsolódni. Mindegy, hol raktad le a lantot. Hol ejtetted ki a kezedből a hogy hívják ezt, amikor futnak ilyen... Vagy milyen futásnak hívják azt? Váltófutás is, hogy hívják azt a makiságot. Stafétát. Mindegy. Az Úr belénk ültette ezt az ellenálló, rugalmas, erre ellenálló, újrakezdő képességet. És szükségünk van rá, még egy pillanat, szükségünk van rá ebben az időszakban. Magánemberként, néha egy gyülekezeti alkalom előtte 5 perccel van átkombinálva. Ide jöttem, nem így akartam, egy csomó minden, de úgy pont az a liftnél jutott, ezen, hú, hát nem lesz jó. Ó, gyorsan, és akkor magam baroskatom, már megint. Vagy merítek az Isten szeretetéből. Amen. De ugyanígy a te életedben, a magánéletedben, és a gyülekezeti szinten is ez a... Hát mondhatom így, hogy ennek az időszaknak, amiben benne vagyunk, és ami előttünk áll, az egyik kulcs szava. A mennyei rezilienciára van szükségünk. Ami arról szól, hogy az Isten szeret minket. És nem az számít, és nem azt érdekli őt, hogy hol tetted el a stafétát, hol buktál be, hanem hogy minél hamarabb felvedd ott, ahol vagy. Karizmákban, ajándékokban, talentumokban is, és jelenben, elhívásban is, mert egyiket sem vonta vissza. Amen.